Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Útfelújítás, helyreállítják a Paks és Cece közötti 10,5 kilométeres szakaszt. Koronavírus járvány, fele annyian mennek külföldre, mint tavaly. Adomány a tűzoltóktól, feszítővágót ajánlottak fel a Bonyhádi lánglovagok a tardoskendi kollégáiknak. Jótékonysági foci, a Szekszárdi kórházat segítették a sporttal. Milliárd forintból újítják fel a Paksot Cecével összekötő utat. A 10,5 kilométeres szakasz helyreállítására a terület és település fejlesztési program részeként kerül sor. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője azt mondja, a mostanit további útfelújítások követik majd Paks környékén. Ez az az útszakasz, ami elsőként újul meg a Közép-Dunamenti fejlesztési program során. A Paksot Cecével összekötő útra 1,7 milliárd forintot költenek. Ez az útszakasz felújítása az első lépése a Közép-Dunamenti térség úthálózat fejlesztésének a lépcsőjében. Reményeink szerint az út felújítása ez év végére el fog készülni, illetve a többi útszakasznál is ütemezetten fog munkaterületeket adni, tehát megkezdődnek az útfelújítások ebbe a térségbe. Szabó Péter Paks polgármestere arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy az atomerőmű bővítés miatt elengedhetetlen, hogy felújítsák a város környékén található rossz állapotú utakat, ugyanis rengeteg ingázó szakember használja majd azokat nap mint nap. Már egyébként most is nagyon sok munkavállaló érkezik, akár Németkéről, akár Cecéről, tehát ennek az útnak a mentén található településekről, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy egy normális úton tudják majd megközelíteni Paksot. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, hogy az elmúlt időszakban már több mint 100 Tolna megyei polgármesterrel egyeztetett, és az útfejlesztésekre szinte mindenhol lenne igény. A megyei önkormányzat ezért a következő uniós ciklusban kiemelt szerepet szán majd az ilyen beruházásoknak. A megye úgy tud területet fejleszteni, hogyha az egyes településeket és az egyes települések összekötő útjait fejleszti, és ebben a munkában szeretnénk aktívan részt venni a továbbiakban is. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a mostani útfelújítást újabbak követik majd, 2024-ben pedig megkezdődik az új Dunahíd építése is. Ez az út program, ez egy külön költségvetési fedezetből van, hogy akkor a Magyar Út programban is kis településeknél is jelentős előrehaladást tudjunk következő időszakban elérni. A Paksot Cecével összekötő út felújítása a tervek szerint még az idén befejeződik. Csoportos rablással gyanúsított fiatalokat tartóztatott le a Szekszárdi járásbíróság. A két fiatalember és két lány augusztus 4-én megvert és kirabolt egy férfit Decsen. A négy fiatalt csoportos rablással és társtettesként elkövetett súlyos testi sértéssel gyanúsítják. A bíróság elrendelte a nagykorú férfiak egy hónapos letartóztatását, valamint a két lány 4 hónapos bűnügyi felügyeletét. Fele annyi Tolna megyei megy külföldre nyaralni, mint tavaly, ez derül ki a tolnai kormányablak által kiadott Európai Uniós egészségbiztosítási kártyák számából. Wiesner József, a kormányablak vezetője elmondta, hogy veszélyhelyzet megszűnését követően többszörösre növekedett az ügyfélforgalmuk. A legtöbben gépjármű átírásával, vezetői engedély elkészítése miatt keresik fel a kormányhivatalt. Magyarázza a tennivalókat a tolnai kormányablak ügyintézője az ügyfélnek. Folyamatosan érkeztek az emberek a hivatalba. Itt a járványügyi intézkedések közül a kötelező maszk használat maradt érvényben, valamint az, hogy csak annyi ügyfél tartózkodhat bent, ahány ablak nyitva áll. Ezen kívül szinte teljes mértékben visszaállt az ügyfélfogadási rend a vészhelyzet megszűnését követően. Az ügyfelek időpontfoglalás nélkül is érkezhetnek a kormányablakba, csak úgy, mint a koronavírus járvány előtti időszakban. A legtöbben a hamarosan lejáró okmányaik megújítása miatt érkeznek, magyarázza a hivatal vezető. Akinek március 11-e és július 3-a között járt le az okmány az érvényesség idő, az december 15-éig Magyarország területén érvényes. Azt tapasztaljuk, hogy az ügyfelek nagy része azért nem hagyja az utolsó pillanatra.
hiszen az elmúlt hetekben rengeteg ügyfél keresett fel minket, akár személyazonosító igazolvány, jogosítvány, vagy éppen forgalmi engedély cseréje ügyében. Több is a munkájuk, mint a veszélyhelyzet ideje alatt. Folyamatosan nő az ügyfélforgalom a tolnai kormányablakban. Ez körülbelül a vészhelyzet alatti időszakhoz képest 2-2,5-szerese, 3-szorosa, még a vészhelyzet előtti időszakhoz képest körülbelül 20-25%-kal növekedett az ügyfélforgalom. Én úgy gondolom, hogy ez az év végéig folyamatos lesz, sőt, úgy gondolom, hogy a következő év elején is ezt fogjuk majd tapasztalni. A hivatal által kiadott Európai Uniós egészségbiztosítási kártyák számából arra lehet következtetni, hogy fele annyi Tolna megyei megy külföldre nyaralni, mint tavaly. Ezen túl közlekedési-igazgatási ügyekben keresik őket fel leggyakrabban. Közlekedési baleseteknél használatos műszaki mentőeszközt adományozott a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Tardos Keddi felvidéki testvértelepülésről érkezett kollégáknak. A hidraulikus feszítővágó berendezés az összeroncsolódott autókba beszorult sérültek kiszabadítására alkalmas. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az idén ezt a feszítővágó berendezést vásárolta 1.400.000 forintért. Egy nyertes pályázat és önkormányzati támogatás tette lehetővé, hogy a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltók egy új, közlekedési baleseteknél használatos műszaki mentőeszközt szerezhettek be, így pedig az eddig használt berendezést a felvidéki testvértelepülés kollégáinak adományozhatták. Egy ilyen berendezés, reméljük, hogy nem mindennapi használatra lesz alkalmas, különben a műszaki mentéseknél többnyire személygépkocsi baleseteknél használunk ilyeneket, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a bonyhádi kollégáknak. Hát reméljük, hogy gyereknapokon és csak bemutatókon fogjuk használni. Az eszközre egyre nagyobb szükség van a tűzoltóknál, mivel egyre több baleset történik az utakon. Persze előre sosem lehet tudni, hogy szükséges lesz-e egy ilyen mentőeszköz használata. Kiérkezéskor derül ki mindig, hogy mit kell használjuk és hogyan lehet kimenteni a sérülteket. Ez mindig úgy történik, hogy a mentősökkel közösen eldöntve és a mentősöket követve úgy próbáljuk megoldani a helyzetet, hogy biztonsággal ki lehessen szedni a sérülteket. A Bonyhádi egyébként a megye legfelszereltebb és legtöbbet mozgósított önkéntes tűzoltó egyesülete. Az átadás alkalmából az is elhangzott, a két testvérvárosi egyesület kiváló kapcsolatot ápol egymással. A szülők negyedének kellett új számítástechnikai eszközt venni a koronavírus járvány idején egy kutatás szerint. Erre átlagosan 125.000 forintot költöttek, míg közel kétharmaduk vásárolt valamilyen kiegészítőt, átlagosan 32.000 forintért. A gyerekek fele laptopot, negyede asztali számítógépet, 14% mobilt, közel 10%-a pedig tabletet használt elsődlegesen a tanuláshoz. A másodlagos eszköz egyértelműen a mobiltelefon volt, 64% válaszolta ezt. Megrendezték az első angol nyelvű tábort Bátaszéken. A cél a szülők tehermentesítése mellett az volt, hogy a gyerekek játékos módon tanulhassák a nyelvet. De nem csak az elméjüket palléroztatják a gyerekek a nyári szünet alatt, ugyanis a Best Street Team táncegyüttes idén már a 6. táborát tartja. Kézműves foglalkozást tartanak az első alkalommal megrendezett angol nyelvű táborban Bátaszéken. A dzsungel témakörre épített tematikus tábort két fiatal tanárnő találta ki, mondván, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a nyelvtanulást. Csabi, grab the elephant! A környékbéli iskolákban jellemzően a német nyelvet oktatják első osztálytól, így az angolt maximum csak 4.-5. osztályos korukba kezdik el a gyerekek tanulni. Ezért döntöttek úgy, hogy 6 és 12 éves kor közötti gyerekeknek hirdetik meg a tábort. Úgy gondoltuk, hogy a gyerekek ugye 4. osztálytól tudnak csak angolt tanulni, és hogy nagyon fontos és nagyon hasznos számukra, hogyha minél korábban, minél kisebb korban betekintést nyernek az angol idegen nyelvi oktatás világába, és ezt mi játékos, kommunikatív formában oldjuk meg. A héten kezdődött a bátaszéki Best Street Team idei második tábora is. A jelentkező 30 főt 3 kis csoportra bontva oktatják, hogy betartsák a járványügyi előírásokat. 3 helyen tanítunk délelőtt, bent erősítenek a Patriciával, kint a Vikivel és a Vanessával különböző stílusokat tanulnak. Délután ezen a héten a Bence, Viktor és én fogom őket lefárasztani, szerdán a könyvtári az összes gyerek, úgyhogy ők foglalkoztatják őket, illetve minden este sorversenyen mutathatják meg, hogy mit tudnak egymással, ez a 3 csoport, hogy most szét vannak szedve.
A táborban délelőtt és délután van táncoktatás, ebéd után 2 óráig szabad foglalkozás van a gyerekeknek. Teljesen mindegy, hogy tollasoznak, aszfaltrajzot készítenek, labdáznak vagy szaladgálnak. Ennek a tábornak nem az a lényege, hogy milyen és mennyi koreográfiát tanulnak meg, hanem hogy jól érezzék magukat és együtt legyenek, mondta Cíner Eszter, a Best Street Team vezetője. Jótékonysági focikupát rendeztek a szekszárdi kórház megsegítésére Gerjenben. A meghívott csapatok között szerepelt a Paks 2 ZRT, az új blokkok építésével megbízott orosz fővállalkozó, a Tolna megyei önkormányzat, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a Tolna megyei Ballassa János kórház is. 9 csapat jött el, hogy egy jót játszva jótékonykodjon a második gerjeni rendezésű labdarúgó tornára, az úgynevezett 3000-esre. A torna ötlete még tavaly célzottan az egészségügy megsegítése jegyében született, a tánca nélküli miniszter Süli János fővédnökségével és Gerjen település szervezésével. Az idén a szekszárdi kórház szülészeti osztályának szeretnének segíteni a jótékonykodók, amely egy olyan modern ultrahang készülék megvásárlását tervezi, amely a betegellátás színvonalát tovább növelné a szekszárdi kórházban. Egy nagy teljesítmény ultrahang készülék, amivel a 12-20 és a 32-7-es ultrahang szűréseket végezzük a terheseknél. A legmodernebb készülékek megléte fontos tényező az orvosok itthon tartásában, illetve helyben maradásában is. Így van ez a szekszárdi szülészeti osztály esetében is. Egy jó minőségű, jó környezetben történő munka, illetve jó minőségű gépekkel való gyógyítás itthon maradásra késztetni a jó szakembereket. Mert azt mindenképpen állíthatom, hogy jó szakembereink vannak. Azzal, hogy a résztvevő 9 csapat minden tagja egyenként 3000 forinttal járult hozzá a szülészeti osztály fontos eszközvásárlásához, azzal, hogy a nemes célt magánszemélyek, vállalkozások egy-egy jelentősebb összeggel támogatták, egész pontosan 1.063.000 forint gyűlt össze az ultrahang készülék megvásárlásához a megyei kórház szülészeti osztálya számára. Regionális hírekkel megyünk tovább. Egészséges, finom és olcsó, a baranyai vadhúst népszerűsítették Pécsen. Felnőtt képzés, a pandémia pozitívan hatott az átképzésekre. 4 légiós és sok fiatal, teljes a keret a pécsi kosaras fiúknál. Még a fél kilót sem éri el évente az egyfőre jutó vadhús fogyasztás hazánkban. Európában ennek az 5-szöröse az átlag, pedig a magyar erdők, mezők, köztük a baranyai területek bővelkednek a nagyvadakban. A Magyarországon lőtt állatok mintegy 90%-a külföldre kerül, ezen szeretnének változtatni a szakmai szervezetek és a döntéshozók, hogy minél több asztalra kerüljön ebből az egészséges élelmiszerből. Ezért vadhúsból készült ételeket kóstolhattak Pécsen. Vadászkürtösök a pécsi Kossuth téren péntek délelőtt. Ők nyitották a baranyai vadhúst népszerűsítő ételkóstoltatót. 12.000 körüli vadisznót lövünk éves szinten, és 5-6.000 szarvas, ami terítékre kerül. Úgyhogy ez az a mennyiség nagyjából, ami az asztalra kerül, és hozzájön még az őz, ami sajnos egy csökkenő tendenciát mutat. Őzből az elszaporodott aranysakálók zsákmányolnak sokat, de amit a vadászok terítenek le, annak csak töredéke kerül a magyar konyhákba. Ezen változtatna a megyei agrárgazdasági kamara is. Mi ebbe egy 5 évvel ezelőtt kezdtünk el dolgozni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez a 0,4 kg, ezt egy kicsit följebb turbozzuk, mert hogyha belevesszük, hogy a 0,4 kg-a benne van, amit a vadászok és családtagjaik megesznek, akkor ez a szám igencsak alacsony. És egy egészséges élelmiszerről beszélünk, aminek a nagy többsége feldolgozatlanul hűtve elhagyja az országot. Növelheti a keresletet, hogy a vadhús ára erősen lecsökkent mostanában. Már szinte a sertéshús feléért jó minőségű vadhúst lehet kapni. A jogszabályok könnyítésének eredményeképpen már a vadászoktól is elérhető. Bátran merjük ezt ajánlani, hiszen egy bevizsgált folyamat után lehet ezt csak értékesíteni. Mi, mint kormányhivatal a vadászkamarával együtt akkreditáljuk ezeket a vadvizsgálókat, tehát aki értékesít,
az biztos, hogy egy olyan helyről értékesít, ami élelmiszer szempontjából megbízható. A vadhús népszerűsítését már gyerekkorban kell elkezdeni, ezt szeretné a megyei önkormányzat is. Korábban Pécsett a nevelési központban kifejezetten a gyerekek és a fiatalok körében népszerűsítettük a vadhúst, de nem tettünk le arról se, hogy a helyben termelt hústermékek, így a vadhúsok is bekerüljenek a helyi közétkeztetők kínálatába, és rajtuk keresztül az iskolákba, a gyermekekhez és az idősebbekhez, a szociális intézményekbe is elérhetővé váljon. Európában ötször annyi vadhúst fogyasztanak, mint hazánkban. Ezen változtatnának a megyei döntéshozók, szakmai szervezetek. Ezért tartottak vadhúsból készült élelmiszerekből kóstoltatást Pécsen, a Kossuth téren pénteken. Minden eddiginél többen jelentkeznek felnőtt képzésre, ezt Zsufa Ákos, a Felnőtt Képzők Szövetségének elnöke mondta. A szakember kiemelte, ez részben a koronavírus járvány miatt alakult így. Sok munkavállaló és munkáltató választotta az átképzéseket, hogy áthidalja a vírus miatt kialakult helyzetet. Emellett a kormányzati döntésnek köszönhetően új lehetőségek nyíltak azok számára, akik ezen képzési területet választották. A versenyképesség megőrzése, a folyamatos fejlődés ma már szinte minden szakterületen elengedhetetlen. Éppen ezért is értékelődött fel az elmúlt években a felnőtt képzés átképzés szerepe. Ez lehet a járműipartól kezdve egészen a szolgáltatói szektor, tehát mondjuk valaki hogyan vág mondjuk szakállat, az ugyanúgy egy új technológiát igényel, és egy új módszertant, és ezeket mind meg lehet tanulni. Tehát igazán mindegyiket érinti és érintette, természetesen a prosperáló ágazatok mindig kiemeltek. Egy biztos, hogy van néhány olyan terület, ez mondjuk a turizmus, a vendéglátás például, vagy a szállítással kapcsolatos területek, mondjuk a logisztika nem már az szerencsére működött, ahol azért a képzések száma nem nőtt meg, ha szabad így fogalmazni, ott inkább áttértek egy hatékony online módszert. De mindegyiket egyébként elég erőtesen érinti. A legnépszerűbbek azok az informatikai képzések, amelyek köszönhetően az állami támogatásnak teljesen ingyenesen végezhetők. Ugye több mint 60 ezer ember regisztrált erre az ingyenes állami programra még valamikor ki május magasságában, és most majd augusztusban lehet vizsgázni. És azon nem tudjuk pontosan hány fő, ősztől pedig tanulhat tovább, és szerezhet programozói képzettségeket. Itt értelemszerűen az egyszerűbb HTML programozótól kezdve a junior fejlesztőig nagyon sok minden működik, vagy ilyen kódoló lehet valaki. Tehát ez a program ez elindult, és igazából ősszel fog tovább folytatódni, ugyancsak digitális formában, tehát ilyen szempontból, ha és amennyiben reméljük nem jön vissza a pandémia ősszel, de ha mégis, akkor ez is működhet, és az IT, ha szabad így fogalmaz, egyik nyertese a pandémiának. Eddig is erős volt ez Magyarországon is 15-20% GDP és foglalkoztatási szinten, de ez csak tovább nő és tovább erősödik a világon mindenhol. A felnőtt képzési támogatások mellett a kormány úgynevezett képzési hitelt is biztosít azok számára, akik átképzésen vesznek részt, amelynek összege elérheti az akár 1,2 millió forintot is. Négy légióssal és fiatalított kerettel vág az október 3-án rajtoló bajnokságnak a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. A Dragan Aleksics és Andrija Csirics irányított a gárda augusztus 10-én két légióssal kezdi meg a felkészülést, de az első héten megérkezik a másik két külföldi játékos is. Veiko Budimir és Mike Louise után újabb két légióssal egyezett meg a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapatának vezetősége a közelmúltban. A 28 éves, 193 centi magas amerikai Kenny Funderburk és a 206 centi magas, 25 éves szerb Veiko Brükic szerződtetésével véglegessé vált a keret. Négy légióssal állunk neki a 2021-es szezonnak. Csupa fiatal, vagy nagyon sok fiatal játékossal, de azok közül azért van már, aki kvázi szagolt puskaport, tehát komoly csapatokba is játszott, és hát ugye a fiatal szabály miatt is sok a fiatal játékosunk, ugye az első 20 percben egy 23 év alattinak a pályán kell tartózkodnia, ezért is, és amúgy is egy kicsit talán kényszerből, de egy ilyen paradigmaváltás is történt a csapaton belül, hogy egy fiatal csapatot raktunk össze a következő szezonra. A Dragan Aleksics és Andrija Csirics vezette PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata augusztus 10-én két légióssal kezdi meg a felkészülést. A hét második felében aztán megérkezik majd a másik két külföldi játékos is. Szeretnénk első 8-ba lenni, hogy ez a playoff pozíciót jelenti. Nem tudjuk, hogy a többi csapat
sportot mennyire érintette minket, biztos, hogy érintett ez a pandémiás gazdasági válság és vírushelyzet, és akkor meglátjuk, hogy a többi csapat mennyire erős, de várhatóan oda tudunk érni az első 8 hely valamelyikére. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége augusztus 4-i elnökségi ülésén döntött arról, hogy október 3-án nyílt kapus mérkőzésekkel indulhat meg a bajnokság. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Útfelújítás, helyreállítják a Paks és Cece közötti 10,5 kilométeres szakaszt. Koronavírus járvány, fele annyian mennek külföldre, mint tavaly. A Dománya tűzoltóktól feszítővágót ajánlottak fel a Bonyhádi lánglovagok a Tardoskendi kollégáiknak. Jótékonysági foci, a Szekszárdi kórházat segítették a sporttal. Kedden meleg, füllett időjárású nyári napra készülhetünk erős UV-sugárzással. A délután folyamán megjelennek a fátyol és gomoly felhők, majd előre láthatólag kora estétől elszórtan zivatar gócok alakulnak ki. Heves felhőszakadással kísért gócok is előfordulhatnak kiskörzeteket érintően. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. Holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!